Gondolom mindenki tudja, hogy mi történt az elmúlt néhány napban. Terroristák jutottak át az izraeli határon, majd többnyire civileket kezdtek agyonlövöldözni. Több helyen is mészárlást rendeztek, sok házhoz simán bementek és elraboltak embereket. A végén több mint 250 túszt ejtettek így. A lakosság pedig nem tudott ez ellen védekezni, mert nem volt nekik mivel. Az izraeli nemzetbiztonsági hivatal pedig bejelentette, hogy a civil lakosságnak több lőfegyver kell, hogy megvédhesse magát az ilyen támadások esetén. Most, hogy a világ minden táján komoly izrael ellenes hangok, tüntetések, zavargások vannak, és egyre inkább a szélsőségek is megjelennek, érdekes lehet ez a 13 évvel ezelőtti riport, amit az RT orosz televízió készített el. A riportfilm arról szól, hogy New Yorkban van egy zsidó szervezet, aminek volt IDF katonák vannak az élén, és ami zsidó családokat készít fel fegyveres önvédelemre. 13 éve még komolyan kritizálták őket, még a liberális amerikai zsidók is azt állítva, hogy a csoport nem, hogy nem védekezni akar, hanem keresi a bajt és erőszakot fog okozni. Fire, fire, fire. That's the translation from Hebrew to English. Az erdőben gyakorlatoznak nem amerikai katonák, hanem civilek, részben az izraeli hadseregben szolgált ex-katonák. Jewish Americans, a few who served in the Israeli Defense Forces, who are now part of Kitat Kononut New York was started in 2006, in the summer of 2006. 2006-ban indították el a szerveződésüket, félautomata lőfegyverekkel lőnek a fák között. De nem csak puskákkal, hanem késekkel is. This was captured by the Israeli military in Lebanon. Sőt, test-test elleni önvédelmi harcot és elsősegélynyújtást is tanulnak és gyakorolnak. Terrorism is directed against the Jewish people all across the world. We know we are a target. If you just look at history, look at recent events. So they see a need to defend themselves. There are many threats. A high-profile one as of late would be Islamic extremism. I'm scared. I'm scared for myself when I go to work, but I'm scared even more for my family when I'm not home to protect them. Az Egyesült Államokban legálisan tarthatnak lőfegyvert, így természetesen mindehez joguk is van. We need to express those rights. We need to own weapons. We need to protect ourselves. Terrorism can be stopped, but it can only be stopped with our vigilance. Ezen önvédelmi és felkészülési nézeteiket terjesztik is. Mondják, hogy mindegy, hogy egy kisvidéki ortodox zsidó közösségről van szó, vagy egy olyan nagyvárosról, mint New York. New Yorkban eleve több támadás is történt már, így nem meglepő, hogy ez az önvédelmi szervezet pont New Yorkban alakult meg. Persze előkerültek a kritikusok is, akik szerint nem jó dolog az önvédelem, sőt, szerintük a csoport veszélyes, mert majd bevonza magára az erőszakot. Once people are ready for action, somehow action finds them. Az itt megszólaló férfi neve Danny Schechter, egy zsidó-amerikai, aki szakértőnek vallja magát. I grew up with what you would call the Holocaust narrative, and it often distorts your thinking, because then you begin to feel everybody is against you, everybody hates you, and as a result, you act in ways that often are against your own interests. Ezzel szemben a Kitat Kononut nevű szerveződés egyáltalán nem így látja a helyzetet. It's not an extremist group, it's not a militia, it's nothing like that. We're not here preaching any type of politics or anything like that. Egyszerűen csak felkészülnek arra az esetre, ha bármilyen vészhelyzet történne. Ezt látták 2006-ban, ezt mondták a 2013-as riportfilmben is, és úgy tűnik, hogy a világ nemhogy megbékélt volna, hanem inkább őket igazolta. Egy fegyvertelen emberből könnyebben lehet áldozat, könnyebben ölhetik meg, könnyebben rabolhatják el, mivel nem tud mivel védekezni. Az ilyen szervezetek létezése igazolt, reális és alkotmányosan is jogos.